A 2015-ben indult program esetében első ízben nyerte el a minősített tehetséggondozó műhely címet Nyíregyházi Köznevelési Intézmény. Szabolcsat már Beregvár megyében, az Arany János Gimnáziumon kívül csupán egy, a Kisvárdai Besenyei kapta meg ezt az elismerést. Országosan összesen 50 minősített tehetséggondozó műhely működik akreditált tehetséggondozó pontként működtünk, nagyon sokat dolgoztak ezért a kollégáim, hogy eljuthassunk idáig, hogy egy külső szemlélő, egy külső értékelő ilyen szinten e, tudja minősíteni, értékelni az intézményünkben folyó tehetséggondozást, a tehetséggondozó munkát. Az iskolának jelenleg több mint 900 tanulója van. Nem csak a sport irányában elhivatott az intézmény lévén, hogy saját úszadával rendelkezik, hanem a jó idegennyelvi készségekkel rendelkező, illetve művészeti ágakban tehetséges diákokat is támogatják. Minket úgy ismernek itt a városban, a megyébe is, hogy sportos iskola vagyunk. Uszodával rendelkezünk, és igazából az első komolyabb eredményeinket a sportterületén tudtuk elérni. Nagyon sok olyan tanítványunk van, volt, akik a sportterületén nagyon kiemelkedő eredményeket értek el. Büszkélkedhetünk olimpiai bajnokkal, olimpiai ezüstérmessel, világbajnokkal is sportterületén, de azt mondom, nincs szégyenkezni valunk Az egyéb tantárgyak területén sem, mert nagyon sok tehetséges gyerek került ki az iskolánkból, és ebből adódóan kaphattuk meg ezt az akreditált, kiemelkedő tehetségpont elismerést. A cím három évre szól, de Kantáratilla elmondta, kitűzött cél az elismerés megtartása. Mint minden műhelybe, a legfontosabb, hogy legyen egy jó mester. Legyen egy jó pedagógus, vagy legyenek jó pedagógusok, akik meglátják a gyerekekbe azt, hogy valamibe más, mint a többi. Az iskola több célú intézményként várja a tanulókat. Alsó és felső tagozat, 8-osztályos gimnázium, 9. osztálytól pedig egy osztályban megosztva köznevelési típusú sport, és emelt angol nyelvű képzésben tanulhatnak a diákok.